A magyar-kanizsai beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központban lecserélték a nyílászárókat a főépület udvar felőli részén. A beruházásra egy tartományi pályázatnak köszönhetően kerülhetett sor. Jó, intézményünk a, két, a tavalyi kalendáriumi évben a tartományi oktatási titkárságnál nyílászáróknak a cseréjére pályázott, és amint látjuk, ezt sikeresen meg is nyertük, és 4,1 millió dinár értékben ki tudtuk cserélni a fő, az iskola épületen a, a régi... Elavult ablakainkat, és így megfelelő körülményeket tudtunk biztosítani a diákjaink számára, illetve majd folytatni tudjuk a következő felújítási fázisokat is. A felújításnak a következő fázisa, az, ö, már, a következő fázisa már pályáztunk a tartományi oktatási titkárságnál, az pedig a főépületnek a külső szigetelésére irányul, tehát a teljes külső szigetelésről, ablakoknak újrafestéséről, illetve a falnak az újrafestéséről szól. Ennek a pályázatnak jelen pillanatban várjuk az eredményét. Ugyanakkor az iskola azért nem feledkezik meg arról sem, hogy itt mezőgazdaság szakterületén is oktatunk, és a tartományi mezőgazdasági titkárságnál is benyújtottuk a pályázatunkat, mert nagyon nagy szükség van egy nagy erőgépre és 4 millió dinár értékben, illetve önerő biztosításával 5,5 millió dinár értékben pályáztunk egy erőgépre. Tehát a pályázaton a tartományi oktatási titkárság 3,4 millió dinárt biztosított iskolánk számára, maga a projekt 4,1 millió dinárba került, és a 700 ezer dináros különbözetet az iskola önerőből tudta biztosítani. Az önkormányzat minden évben igyekszik úgy kialakítani a költségvetését, hogy fejleszthessék az oktatási intézményeket mondta a polgármester, aki megtekintette a közelmúltban befejezett beruházást. Az önkormányzat költségvetésileg mindig igyekszik úgy kialakítani az éves költségvetését az oktatási intézmények számára, hogy valóban az óvodától, az általános iskolán keresztül a középiskoláink, amiből ugye bár csak egy középiskolánk van, hogy ezeket az intézményeinket olyan színvonalra hozzuk, amik azt mutatják a szülőknek, és természetesen nem utolsó a gyerekeknek, hogy az oktatási minőségen keresztül, az infrastruktúrális minőségen keresztül, a felszereltség, tehát az eszköz állomány minőségén keresztül egy megfelelő alapot tudnak kapni a továbbtanuláshoz, vagy éppen a munkájukhoz. Borzasztóan fontos, hogy lássák ezt a szülők is és a gyerekek is, mert hogy az, az oktatási intézménynek a mérőszám az az, hogy hány diák jár ebbe az iskola központunkba, és nagyon örülök annak, hogy az igazgatónő vezetésével az egész középiskola mindig azon van, hogy megfogjon mindenféle pályázati lehetőséget, mindenféle kiírás legyen az akár tartományi vagy köztársaság szintű vagy éppen nemzetközi szintű pályázat hogy ezt a nagy, objektumot és infrastruktúrát, amihez természetesen még egy mezőgazdasági rész is e, tartozik, hogy ezt állandóan e, minőségi szinten e, tartsa, és versenyképes legyen mindazokkal a középiskolákkal, akik a környékünkön vannak, akár Szabadkán, Zentán, Adán, vagy éppen a határ e, másik oldalán, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a, hát az iskola szempontjából sikertörténet, ami egyébként a község számára is sikertörténet, ez folyamatosan lesz, és folyamatosan meg tud majd újulni ez az iskolaközpont, és folyamatosan hozzá tud tenni ahhoz az oktatási, infrastruktúrális és eszköz minőséghez, ami a 21. században elvárható lenne. Ez most egy tartományi pályázat, de az előbb a szülőkkel való együttműködést. Milyen igények jutnak el a szülőktől önhöz, amikor kérnek valamilyen felújítást egy oktatási intézménybe? Tudomása szerint most mi a legégetve több itt a községben? Hát, hogyha az összes oktatási intézményt nézzük, és nem csak a, a középiskolát, akkor ez általában vagy a nyárközelettével közelettével a zöld felületek és a kinti úgymond mozgás lehetőség, akár a pályák felújítása, sportpályák felújítása, vagy éppen a zöld területek rendezése. Hogyha pedig a térdől beszélünk, akkor természetesen ahhoz, hogy lefoglalják magukat a diákok, mindig a legmodernebb eszközállomány az, ami le tudja kötni az ő figyelmüket, hiszen a mai társadalomban, ami minden percben, minden másodpercben szinte változik, és minden információhoz hozzá lehet jutni az internet, a Mobiltelefon vagy bármi segítségével, természetesen a diákok hasonló színvonalat és hasonló minőséget várnak el az oktatási intézménytől, mind amit ők a, az interneten keresztül, vagy egy fórumon keresztül látnak vagy hallanak. Úgyhogy nagyon nehéz ezeknek az elvárásoknak megfelelni, nagyon nehéz ezeket az elvárásokat teljesíteni, és ezért nagyon fontos az, amit mondtam, hogy az összes oktatási intézményünkbe így itt a középiskolában is egy olyan nyitottság és egy olyan ö, proaktivitás van a vezetőség részéről, ami azt tudja biztosítani, hogy az iskola állandóan valamilyen szinten fejlődjön. A polgármester emlékeztetett, hogy fontosak a fejlesztések, mert a magyar kanizsai középiskoláknak zentai, adai, szabadkai vagy éppen határon túli, azaz magyarországi tanintézményekkel kell felvennie a versenyt a diákokért.